A műsor támogatója a Borsodi, az Apollo, a Tipmix, a Volkswagen, a Skoda és a Seat. First, I would like to thanks to the Diogier coach and everybody. Hát a mester úgy kezdte az értékelést, hogy először is szeretne gratulálni a Diós György DVTK edzőnek, a klubnak, mindig jól érzik magát, mindig jól fogadtatásban részesül. Különösen azt kiemelve, hogy mindig szereti azt a fajta atmoszférát, hangulatot, amit a Diós Győri szurkolók, illetve a mi szurkolóink teremtenek ebben a stadionban, és különösen jól érzi magát nyilván akkor, hogyha nyerni sikerül, mint a mai napon, ami egyébként rendkívül és mindig nehéz a miskolci pályán győzelmet aratni. Ha konkrétan a játékot nézzük, a legfontosabb az, hogy a fiúk, az újpesti fiúk nyugodtak és koncentráltak tudtak maradni, a játékra tudtak fókuszálni, nem tudta őket kizökkenteni, mondjuk a hazai közönség által produkált atmoszféra sem. A gólszerzés az időben sikerült, jó időben sikerült megszerezni az első találatot, az első félidőben kontrolláltuk a játékot. A második játék részben a második újpesti gólt követően a Diós György némileg agresszívabbá vált, az érződött azért mind a két együttes részé, hogy nagyon-nagyon nyomás ezen a mérkőzésen, és a másik félidő meg, ahogy a derekára érve pedig nyilván a rendkívül meleg időjárásnak köszönhető, azért az is látszott a csapatokon, hogy energiát veszítettek a fiúk a találkozó ezen részében. De a végére minden összeállt, jobbak voltunk egy góllal. Egyszer gratulál a mester a játékosainak a mai győzelemért, megérdemel a győzelemért, és még egyszer köszöni szépen a Diós Győri meleg fogadtatást, az atmoszférát, és sok sikert kíván a DVTK vezetőedzőjének, valamint a csapatának a bajnokság folytatásában.